Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Azt hiszem, hogy az alábbi kis filmünk már egy kicsit elővetítette a mai műsorunk témáját, hiszen az augusztusi program kavalkádról, azon belül is a koronázási szertartás játékról fogunk beszélgetni Szikora János rendezővel, a színház igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szép estét kívánok mindenkinek. Hát azt hiszem, hogy tényleg most már mindig hihetetlen elgondolni azt, hogy eltelt egy év, és hogy hogy repül az idő, de nem olyan régen volt az, amikor második Vak Béla kapcsán beszélgettünk itt, és hát az idei esztendőben az Árpádház talán egyik legfényesebb uralkodójáról lesz majd szó, hiszen harmadik Béla koronázási szertartás játékával készültök a Nemzeti Emlékhelyen. Én is erre gondoltam most, amikor beültem ebbe a székbe, hogy milyen gyorsan repül az idő, mert nekem nem csak az jutott eszembe, hogy egy évvel ezelőtt itt Vak Béláról beszélgettünk, nekem az jutott eszembe, hogy úristen, már 5 éve volt, amikor itt ültem, hogy beszéljek arról, hogy na és mi lesz ez a Szent István koronázás, ezt hogy kell elképzelni, meg mi lesz ez a koronázás, és 5 év, és itt ülök ismét, elröppent, mintha tegnap lett volna, és még nagyon bízom abban, hogy a következő 5 év is előttünk van, hiszen 2022-ig tervezzük ezt a koronázási szertartás játékot, aminek során így módon egy 10 éves periódus fogunk lezárni, és ebben a 10 éves periódusban gyakorlatilag valamennyi jelentős árpádházi uralkodónak a koronázását, és ezen belül természetesen az élettörténetét is bemutatjuk. Most ennek a 10 éves periódus pont a közepén van harmadik Béla, és ez talán szimbolikus, talán jelképes, mert ez a történelemben is így volt, hogy harmadik Béla az az Árpádház zenitje. Tehát nem véletlenül adtuk a nézők, hogyha járnak, kelnek a városban, látják a plakátjainkat, harmadik Béla, és oda van írva az aranykor trónusán. Igen, ez egy aranykor volt, egy fantasztikus a középkori Magyarországnak, és talán az egész magyar történelemnek egy csodálatos periódusa, 2 évtized, illetve valamivel több, mint 2 évtized volt, tehát egy nagyon izgalmas, gyönyörű, építkező korszaka volt ez Magyarországnak, aminek az élén ez a nagyon különös figura állt, akit harmadik Béla néven ismerünk. Ugye említetted ezt az 5 évvel ezelőtti beszélgetést, amikor arról volt szó, hogy egy hagyományt szeretnétek megteremteni. Hát mondhatjuk azt, az elmúlt képsorokat is végignézve, hogy ezt a hagyományt tényleg Székesfehérvár, sőt az ország, de akár határon túlról érkező látogatók is éltetik, és évről évre rengetegen vesznek részt ezen a forgalmon. Nagyon a szívemből beszélsz, hogyha így gondolod, vagy így látod. Kétségtelen, hogy ennek ezért mi is tettünk, hiszen például a második koronázás, ami Szent László koronázása volt, ott fölvettük a kapcsolatot Nagyváraddal, nagyon sok nagyváradi részvevő, táncosok, gyerekek, a Szent László iskola gyerekkórusa szerepelt benne, a Nagyváradi Szigligeti Színház színészei, tehát volt egy ilyen kapcsolat, sőt, sajnos Hamvába holt, elképzeltük, hogy, és volt is egy szándék, hogy az egész koronázási szertartás játékot kivisszük Nagyváradra, már a helye is megvolt, a vár Árokban találtunk egy nagy területet, ahol meghívták volna ezt az egész produkciót. Természetesen, mint mindig, mindenütt a pénz itt is beszólt, és kiderült, hogy hát ez nem finanszírozható. Azonban mégis egy kisebb részlete, bábók, gyerekkar, énekesek, zenészek, ezek kimentek, és a nagyváradi püspöki palota kertjében, egy nagyon szép ünnepség keretében, egy keresztmetszetben mutattunk be részleteket ebből a koronázási szertartásjátékból. Én jelen voltam, és hát láttam ott a nagyon boldog nagyváradi polgárokat a püspöki palota kertjében, óriási siker volt. Egészen biztos, hogy ez, amit mi csinálunk, nem áll meg a határainkon belül. Szándékunk is, hogy határon túl is értesüljenek róla. Tavaly például a tavalyi koronázásra határon túli médiák szerkesztőit, újságíróit hívtuk el egy kis fehérvári látogatásra, és ők nagyon lelkesen számoltak be arról, azokról a kulturális élményekről, amelyek nem szorítkoztak a koronázási szertartásjátékra, tehát azért itt bőven van látnivaló Fehérváron egész nyáron.
És én azt gondolom, hogy fölkeltették az érdeklődést ez iránt, a város iránt, fölkeltették az érdeklődést a szertartásjáték iránt is határokon túl. Ezt idén is szeretnénk megismételni. Őszintén szóval még kicsit mindig regisztráljuk, hogy ki, amikor jegyet vesz, hol vette a jegyet. És van egy elég pontos kimutatásunk arról, hogy mekkora szórásban veszik a jegyet a koronázási szertartásjátékra. Természetesen a legtöbb Fehérváron fogy, és ez így is van rendjén, de meglepően nagy szórást mutat a jegyvásárlók, aki például online befoglalnak jegyeket. Tehát ma már bátran mondhatom, hogy az ország egész területéről jönnek, számon tartják, hogy például messze nem menjek, én Budaörsön lakom, és van egy kedvenc vendéglőnk, a Mici vendéglő, és annak a tulajdonosa múltkor, amikor jött a családdal, ott ebédeltünk kiszolgálni, jött, fölvette a rendelést, és utána csak annyit mondott, hogy megyünk ám idén is. Mondom, hova? Hát a koronázásom, ott már online, már lefoglaltam a jegyeket. Szóval ezek tényleg ilyen spontán megnyilvánulások, és akkor az ember érzi azt, hogy azért ez az 5 év munkája, ez nem volt hiába való. Az 5 év munkája, meg ahogy említetted is, hogy fél időnél vagyunk. Nemrégiben volt egy ilyen közönség találkozó promóciós nap, ahol az élő királyokkal, a korábbi 4 királyt alakító színésszel találkozhattunk, és hát ők is nagyon sok érdekességet meséltek az elmúlt évekről. Neked mi volt az, ami ilyen nagyon emlékezetes pillanatként megmaradt rendezőként? Hát... biztos, nem épp a legjobb, van. Nem épp a legjobb, de az biztos, hogy egész életemben emlékezni fogok rá. Ez a 2 évvel ezelőtti koronázási játék volt a Könyves Kálmán. Én ennek nagyon örültem, mert úgy éreztem, hogy pont a Könyves Kálmán koronázása volt az, ahol egy kicsit fordult az, amit mi idáig csináltunk, hogy az ünnepélyes, oratórikus játékból egyszer csak kezdett igazi színház válni, dráma. És ezt éreztem a nézőkön, hogy ők szinte, mint egy különös színházi előadást is figyelik ennek a Könyves Kálmának a élettörténetét, de sajnos ott volt a csapadékos eső. És tehát ha már az élményt kérdezed, első előadás összetett kézzel, de rendre lement, megúsztuk, második előadás elkezdődött, és jöttek nyugatról a viharfelhők. Én fönt ültem a vezérlőpultnál, és néztem a radarképet, és többet néztem őszintén a radarképet, mint a színpadot, és ahogy láttam, hogy ez a nagy, sötétkék, fekete felhő közeledik Fehérvárra, és úgy nyomtam volna, hogy még várj egy kicsit felhő, várj egy kicsit, de nem várt. És amikor elérte a radarképen a felhő Székesfehérvár külterületét, akkor kénytelen voltam levenni a fényt, a hangot, ugye megállt az élet, hogy mi történt, és bemondani a mikrofonba, hogy elnézést kérek mindenkitől, de rövid időn belül egy nagy zivatar csap le a városra, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy szépen rendben, minden pánik nélkül, de el kell hagyni a nézőteret, és sajnos az előadás félbe kell szakítanunk. Ez nagyon szomorú volt, mert többször nem ismételtük meg, akkor még nem csináltunk esőnapot, tehát nem tudtuk megismételni. Viszont hozzáteszem azt, hogy én minden koronázási szertartáson a leghátsó sorban ülök. Irdatlan sok ember ül előttem. És én mindig úgy átsúlyan alattam, hogy Úristen, ha itt valami történik, akkor mi lesz? És még nem történt semmi. És azért örültem annak, hogy igen, időbe szóltunk, hogy zivatar jön, és szépen csendben, minden pánik nélkül mindenki kisétált, és valóban, ahogy az utolsó emberek kezdték elhagyni, először csak csepegve, és aztán ahogyan kell, ledördült a nagy nyári zivatar, megúsztuk. És ezzel félbeszakadt egy előadás. Hál' Istennek a Bárási Televízió jóvoltából megismételték, és láthatták, akik lemaradtak róla. Hát de művészként hát azért benned maradt valami, igen, nem? Hogy ez, tehát, hogy igen, nem tudod, és azért fújtunk egy buborékot, és mielőtt még fölfújtuk volna, elpukkant. Szóval ez nem jó érzés. Viszont menjünk szebb irányba. Az idei esztendőben, ugye erről már volt szó itt a tévében is, hogy azért lesznek új elemek, és egy ilyen bizánci irányba fog elmenni mind a zene, mind pedig a díszlet. Erről néhány gondolatot, nyilván a nagy poénokat nem lelőve, meg tudnál velünk osztani? Igen.
próbálom a nagy poénokat nem lelőni, de az biztos, hogy akik most idén beülnek a nézőtérre, más látvány fogja őket fogadni, mint amit idáig megszoktak. Az elmúlt 4 évben, aki eljött és leült a nézőtér, az látta, hogy úgy szépen lassan úgy növekedett az a két kis torony, ami az első évben még két ilyen kis csonk volt, aztán egyre magasabb és magasabb lett. Gondolod, hogy tavaly 26 méter magas volt. Tehát én néztem ezeket az ipari alpinistákat, amikor kötözték fel a harangokat, hát nem mondom, szóval azért az is egy foglalkozás. Tehát, na most ezt megszoktuk, ugye ezeket a templomtornyokat, és ezek most nem lesznek. Viszont lesz helyettük egy óriási kupola, tulajdonképpen a bizánci építészet centrális szerkezetét imitáló kupolarendszer, egy kettős kupola. Ez kicsit hasonlít az Hagia Szófiára, tehát a nagy Hagia Szófia bazilikára, de mondhatom az áheni keresztelőkápolna, bizánci kereszt alaprajzolatú nyolcszögű kápolnáját is, és az a fölött húzódó kápolna rendszer. Tehát ezek mind-mind ilyen építészeti inspiráló elemei voltak a munkánknak. Elég az hozzá, hogy idén egy centrális teret alkotunk. És ebben a centrális térben olyan dolgok tudnak megjelenni, amik idáig nem. Egyszer számba vettem, hogy itt már tényleg mindenki volt ezen a színpadon. Voltak táncosok, zenészek, színészek, kit mondjak még, és akkor most mondok valakit, aki biztos nem volt, na akrobaták azok biztos nem voltak, meg légtornászok azok se voltak, hát most ők lesznek. Hogy kerül egy légtornász vagy egy akrobata egy ilyen szertartásjáték kellős közepébe, hogy esetleg valaki ezt kérdezi, mi akkor itt most egy cirkusz lesz? Nem lesz cirkusz természetesen, hanem az ő szerepük egy jelenetbe ágyazott, és hát innentől kezdve már fedje homály, hogy mi is lesz az ő tevékenységük. Elég az hozzá, hogy a múltkor elmentem a fővárosi nagycirkuszba, megnéztem a próbájukat, a légtornász hölgyekét is, meg az akrobata gyerekeket is, akik végtelenül tehetségesek és izgalmasak. Hát elképedtem, hogy mire képes az önmagán uralkodó emberi test, meg izomzat, tehát ez tényleg csoda, amit ők csinálnak. Nem véletlen, hogy cirkuszművészeknek nevezik őket, valóban valódi művészet az, amit ők csinálnak. Bízom benne, nem lesz hosszú, tehát ne gondolja azt, hogy most akkor, hogy ez az egész ez az idei szertartásjáték erről fog szólni. Ezek csak kis elemek lesznek, de látványos elemek, és olyan, a dramaturgiailag olyan ponton jelenek meg, ahol nagyon hangsúlyosak. És akkor a zene is ezen a vonalon fog ülni? Igen. Szirtese Dina Mókus nagyon örült annak, hogy harmadik Bélának ilyen szoros kapcsolata volt a Bizánccal, hiszen a görög-keleti egyház zenéje, a bizánci liturgia és annak a zenei elemei, tehát ezek kincses bányák Szirtese Dina számára, és az ő világzenei orientáltságú zenéje ezt, mint egy ilyen kiszáradt szivacs szívja magába ezeket a hatásokat. Épp most mielőtt idejöttem volna, kaptam e-mailen néhány zenei tervét, ahol már hallom ezeket a hatásokat, és hát végtelenül izgalmas, mert olyan jellegű zenét hall majd a közönség idén, amilyen még a 4 év alatt biztosan nem. Az is mindig egy ilyen jó kérdés, hogy hogyan ez, hogy amikor gondolkozol azon, hogy például ki legyen István, vagy ki legyen Könyves Kálmán, vagy Szent László, vagy éppen Vak Béla, akkor mindig így beugrik valaki, rögtön elsőre megvan az arc, az a színész, aki ezt el tudja játszani, vagy azért így több megoldás is szerepel a fejedben, és akkor egyszer csak megvan az érzés, hogy na, ő lesz az. Hát sokáig keresek az emlékeimben, hogy tehát van róla egy vízióm, hogy ez az ember, ilyen primitíven mondom, hogy nézhetett ki? Tehát nem megyek. Hogy nézhetett ki? Milyen lehetett? Most mindentől, minden sallangtól mentese. László hogy nézett ki? István hogy nézett ki? Kálmán hogy nézett ki? És akkor kialakítok magamban egy képet, és keresem, hogy ki lehet az, aki ennek a legjobban megfelelhet. És azt tudjuk, hogy azért István például egy nagyon fiatal ember volt, amikor megkoronázták,
és én kerestem magamban azt a, tudjuk, hogy nem volt nagy termetű, tehát azt a mokány, valahogy sűrűnek látom István, tehát egy ilyen sűrű embernek, nagyon izmos, de nem egy izompacsirta, hanem egy olyan inas, szíjas, nagyon koncentrált, sűrű ember, és akkor beugrott nekem a Varjú Kálmán, a Vígszínház fiatal színésze, akivel a Fehérvárra kerülésem előtt néhány évvel dolgoztam, a Vörös és Fekete színpadi adaptációban ő játszott a Julien Sorelt, kiválóan. És akkor bekattant ez a fiú, és nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívást, és így meg is szólalt ezen a beszélgetésen, hiszen ő volt az első színész, akit királyként koronáztunk. És akinek három akarommal kellett. Neki, három szava volt. Most ha Hirtlik Pista szövegkönyvével összehasonlítom, ami több mint 20-30 oldal, amit neki kell megtanulni, tehát neki most nagyon sok szövege lesz, hát Hirtlik Pista biztosan irigykedik első Istvánra, hogy ez neki mennyire könnyű dolga volt, de ez egyébként nem igaz, mert az, hogy neki kevés szövege volt, viszont mindennek ott kellett tükröződnie az arcán. Tehát bizonyos szempontból ez szinte nem is színházi, hanem filmes feladat volt. De ugyanígy jártam a Makranci Zalánnal László esetében is, akiről tudjuk, hogy egy hatalmas, nagytermetű, daliás termetű, nagyon szigorú arcú, elmélyült tekintetű ember volt, és akkor megint a gondolataimban úgy hirtelen megjelent a Zalán figurája, és nem is nagyon tudtam tőle elszakadni, tehát magamban izgultam, hogy hú, ha a Zalán nem vállalja, akkor kihez fogok fordulni, mert nem nagyon láttam helyette mást is. Szerencsém volt Egyed Attilával, szerencsém volt Száraz Dénessel, mert ők is, mint alakok, mint személyiségek, valahogy nagyon beleillettek abba a képbe, amit én arról az aktuális királyról elképzeltem. És így van ez Hirtlik István esetében is, aki harmadik Béla lesz idén. Harmadik Béláról szintén elmondják, hogy először is magas ember volt, és abban a korban, ahol az 1,60 az már kiverte a biztosítékot, hát ezért 1,80 fölött is tudjuk a csontleletek alapján, hogy harmadik Béla egy kifejezetten magas termetű uralkodó volt, ugyanúgy, mint Szent László, daliás termetű, és hát igen, a Hirtlik István az egy magas, daliás termetű, jóképű magyar férfi színész. Azért sajnos ebben nem bővelkedünk annyira, hogy ez mindig együtt legyen, az Istvánnal együtt van. De van még valami, hogy én harmadik Bélát ahhoz, hogy ezt a fantasztikusan prosperáló korszakát az országnak létrehozza, ahhoz egy olyan uralkodónak látom, hogy volt benne valami olyan képesség, ami egy végtelenül harmonikus, a szélsőségeket kiegyensúlyozó természetre utal. És én ezt a fajta kiegyensúlyozottságot, harmóniára való törekvést látom, mint személyiségben, mint színész személyiségben az Istvánban, és úgy gondolom, hogy éppen ez a kiegyensúlyozottsága tette lehetővé harmadik Béla számára, hogy uralkodjon, illetve hogy Hirtlik István számára, hogy eljátsza ezt az uralkodót. Aztán ugye most beszéltünk a királyokról, de azért vannak állandó fix szereplői a koronázásnak, akik nélkül már talán el sem tudnánk képzelni azt, hogy koronázási szertartás játék van, Mihály Győző, vagy Blaskó, ugye. Tehát ők már ilyen szerves részei szerintem minden néző, meg résztvevő fejében. Igen, ez tényleg így van, és valahogy így hozta az élet. Hát én imádom ezeket a színészeket, és szerelmes vagyok a hangjukba. Noha mondjuk, amikor hallgatom a Discovery-t, vagy épp az Animal Planet-et, és hallom az én kis koronázó érsekem hangját, akkor úgy az olyan érdekes összejátszás. Kétségtelen, hogy ugye Mihály Győző az egyik legtöbbet szinkronizáló magyar színész, de én szeretem ezt a hangot. Egyszerűen a hangjában van valami, ami megnyerő, és emiatt is van az, hiszen ne felejtsük el, hogy ezen az óriási színpadon a színészek elsősorban a hangjukkal dolgoznak. Jó, van kamera, közel hozzák az arcukat, látom a mimikájukat, de elsősorban a hangjukkal dolgoznak, és nagyon fontos, hogy ez a hang, ez mit közvetít, de a tudat alatt mit közvetít. És ugyanúgy a Győzőnél
Péternél is, nem tudom máshogy fogalmazni, most ez lehet, hogy kicsit ilyen túlzott jelzőket használok, de az emberség, a humánum, a humánumot hallom az ő hangjában. Tehát amikor ő megszólal, akkor a legjobb papok és a legjobb tanítók jutnak az eszembe, mert azt gondolom, hogy az embereket téríteni, tanítani ilyen hangon kellene. És ő neki megadta az Isten ezt a hangot. Idén egyébként kivételesen nem pap lesz, hanem P. magiszter, aki nem más, mint maga Anonymous. Anonymous figurája, akinek több jelenete is van egyébként Harmadik Bélával. Tehát izgalmas lesz a szerepoztás is, már ezt is hallottuk. Ez mindig ilyen, gondolom, hogy nehéz dolog, amikor így augusztusba belegondolva elképzeljük azt, hogy milyen kemény időszak vár majd ott rátok, úgy augusztus 3-a utántól nagyjából. Igen, erre mostanában egyre többet gondolok én is, hogy mindjárt itt van az az augusztus eleje, és újra ott ülök ezen az óriási lelátón, és akkor jönnek, mennek az emberek, és a technika meg ugye mindig döcög, akkor ez nem működik, az nem működik, ez romlik el, az semmi nem stimmel, és aztán a végén minden stimmel. Tehát ugye ebben ez a csodálatos, hogy az ember kínlódik heteken keresztül, és aztán egyszer csak mégiscsak ott megszületik valami. Azt tudom, hogy mivel nem változtatom az alkotóstábomat, és ez nekem nagyon nagy biztonságot ad, azok a színészek, akik már voltak, azok nagyon nagy örömmel jönnek, mert tudják, hogy mit vállalnak, és aztán, amikor elérkezik az a nagy este, a premier este, és ott a kellemes nyári éjszakán egyszer csak elsötétül a Nemzeti Emlékhely színpada, körbe látom a fehérvári templomokat is, megszólal a zene, és akkor mindig arra gondolok, hát igen, ezért dolgoztam, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Hát én azt gondolom, hogy sok-sok ezer fehérvári nevében mondhatom azt, hogy hát várjuk ezt a pillanatot mi is. Köszönöm, hogy itt voltam. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Nézőiknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ahogy azt megszokhatták, már itt az elkövetkező napokban számos műsorban beszámolunk és érdekességeket árulunk el majd a koronázási szertartás játékról. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!